126 évvel ezelőtt született Rákóczi János, a Rákóczi túrós sütemény megálmodója. A sütemény hosszú életutat járt be, többek között felvették a város, később pedig a vármegye helyi értékei közé, majd 2021-ben kiemelt nemzeti értékké nyilvánították. Az idén pedig, hiszen most közeledik 25-én, a szeptember 25-én a születésnapja, most pedig örömmel hallottuk, hogy a cukrászipar testület kiadott egy könyvet, és ebbe helyet kapott, nem csak a Rákóczi túrós, hanem tulajdonképpen a megyénk két értékkel is szerepel, illetve a város is. Egyrészt Rákóczi János a Rákóczi túrossal, munkásságával, és a Magyar Rapszódiával, ami viszont Gábor Sándor mester, szakács, mester cukrászhoz köthető. A dombovári cukrászmester elmondta, a Rákóczi túros a kedvenc süteménye több okból is. Az egyik legfontosabb, hogy eredeti alapanyagokból készüljön. És hogyha megnézzük az alapanyagokat, akkoriban még nem voltak műdolgok, minden természetes volt. Közben ugye a magyar rögös túró uniós védettséget is kapott, tehát ez mindenképpen jót tett az egésznek. Ugye a rögös túró, a tejföl, a vaj, tojás, tehát teljesen jó alapanyagok vannak benn, semmi műanyag nincs, nem kell ízfokozó, meg ilyesmi. És hát, hogyha megnézzük, ez még mindig trendi, holott már a 30-as években sütötték, de a textúrák olyan jól el vannak az egész süteménybe. Vannak benne lágyabb részek, ropogósabb részek, és hát azt hiszem, hogy ezt elég nehéz lesz überelni. A dombovári cukrászmester édessége, a Magyar Rapszódia kézműves bombon már évtizedekkel ezelőtt megfogalmazódott a mester fejében, de megvalósulásáig sokat kellett várnia. Az áttörést egy amerikai meghívás hozta el, amelyre Gábor Sándor nem szeretett volna ajándék nélkül érkezni. Így kezdett el dolgozni a csokoládé különlegességen. Mert mindenben a legjobbat szerettem volna. És az már akkor se volt egy olcsó dolog, és akkoriban még nem voltak hungarikumok, de én már magyar alapanyagokba gondolkodtam, a csokoládét kivéve, és hát így került bele kajszibarac, kékszilva, szőlő, vadmegy, méz, párcsepp pálinka és dió, ebből lett összerakva a töltelék. A termék mozgató rugója Liszt Ferenc zeneszerző lett. A csomagoláson fekete-fehér zongora billentyűk köszönnek vissza, így ez az elegáns, nem mindennapos édesség később diplomáciai ajándékká vált. A bombon különlegesség több elismerést is szerzett, többek között magyar termék nagy díjat és kiváló magyar élelmiszer díjat kapott, továbbá büszkén foglalhat helyet a cukrászati értékek sorában.